Na Hali papi, mami, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát kívül jelentkezik a következő videó. Vigyázzál, mert rálépsz a kígyóra, fájni fog. Gyerekek, oda csaptam neki egyet. Figyeljetek, annyi húsom van. Hát rendesen itt izé, burjánzanak az állatok. Oké, mennyi, annyi húst összekaptunk előző részből, most ugye. 60 darabot, tök jó. Nagyon tuti, tök jó, készül a bézünk. Ugye el kéne megint pakolni, és el kéne menni egyébként, nem csak hogy a questet. A questet azt le is csináltuk, ugye? Várja, ilyenkor hogy kell vissza csettintenem nekem a... Hol vannak a questek? Questek, vagy valami. Valami, hogy questek? Questek? Itt vannak. Tír questes. Aha, jó. És akkor hogy kell, hogy mutassa? Ezzel? Ja. Ó, úgy van, nagyon jó. Hát itt meg egy kicsit szél van gyilkolva a helyzet. Jó, annyi, hogy most már kifele, így kell járnom kifele, úgyhogy ne nagyon akarjak fönn kimenni. De legalább a zombi sem jön be, úgyhogy nagyon jó. Szuper. Gyerekek, annyi dolgot írtok ám néha, hogy a Keeper azt se tudja megvalósítani, amit épp ők itt gondolt, nemhogy azt, amit még ti. Úgyhogy nyugalom, meg lesz minden valósítva. Ja, egy kis kipakolás, bepakolás. Meg kell néznem a izét is. Jaj, minden is van gyerekek itt. Na, ezeket szedjük ki. És tudok csinálni megint egy csomó grillezett húst. Nagyon jó. Kaja, pia, rakjuk ki. Pia, azt mindjárt eszünk. Csak. Oda nézzetek, mennyi finom húsi van ott. Facuccok. Facuccokban volt ilyen is. Kőcuccok, ez is, ez most nem kell, ugye, ez se kell. Egyéb szervetlen, az egyéb szervetlen, pont nem kell semmi, de az egyéb szervesbe műhet ez, meg műhet ehhez. Oké. És srácok, akkor még mi legyen? Ja, együtt elő magunkat szerintem, egyébként szerintem az egy jó, kétszer mondtam a szerintemet egymás után egy mondatba. Gratulálok. Együtt tele magunkat. Ez is egyébként az a krumpli, az leviszi a water-t. Szóval megszomgyozunk rá. Ugye az nem jó. Mennyi kajánk van? Legyen nagyon sok kaja. Legyen nagyon sok. És lehet, hogy viszünk magunk a vizet, mert akkor azt meg, majd megiszogatjuk. Aztán akkor nem húzzunk el az időt. Na már 36 kaja. Itt nem írja ki? Itt nem írja ki, de ez kb. 50-nél vagyunk. 42, az elég jól föltolja. Még egyet benyomunk. Meg a vizet elviszük magunkkal, aztán akkor nem lesz probléma. Ugye? Meg van oldva. Viszont a zsírt azt kirakjuk. Oké. Rendben. Nagyon szuper. Meg is vagyunk, ugye? Mi sül, mi föl. Sülnek a kaják. Hadd legyen. Szeretik a puják. Egyébként tök kevés alapanyagot fogyaszt. Mármint így. Mit akartam megnézni még? Valami. Mindig eszembe van. Folyamatosan eszembe vannak dolgok, gyerekek. És nem jut eszembe. Ide másik oldalra mit fogunk kialakítani? Ne kérdezzétek, nem tudom. De egyébként ezt már kezdjük megszokni, ugye? Annyi, hogy meg akartam nézni, hogy nincs véletlenül itt egy hülye. Mert akkor jó lenne magunkra úszítani. Nincsen? Nem láttok egy rohadt zombit? Nem hiszem egyébként nincsen egy zombi. Egyébként a kertemhez is szerintem fog lenni. Majd a kert is egy üvegház lesz, oda is lesz alagút. Vakond! Keeper the Vakond! Bazze, egy jaj, de jó, imádom, hogy van szkópunk is. Csak az a baj, hogy nem látok egy bőrös zombit sem. Ilyenkor bezeg nincs egy zombis a gyerekek. Meglőném a lábát, ide gyűnne, aztán megpróbáltnánk ezt a rohadt bázist. De nem! Fogadjunk, nem fog jönni soha, érted? Ja. Egyébként itt, amikor itt üti, akkor azért kellemetlen lesz ideállni, hogyha például innen is tudod. Úgyhogy nem a legbarátibb. Jó, hát nem nézeket, amint a zombikat, megyünk a Johnnyhez, mert ma vár minket. Jaj, majdnem leestem. Ja, úgy tervezem, hogy innen a központi úgy lesz megoldva. Figyeld, majd nem mondja mindjárt Keeper, közben még iszunk, várjál, merre megyek ki. A központi piramid az lesz maga a fő hadiszállás. Hogy mondják angolul? Headquarters? Vagy valami ilyesmi. Majdnem sikerült, nem tudom. Valami ilyen, ugye? Igen, az lesz a fő. Az a nagy bajunk ám, gyerekek, hogy a biciklit meg ott hagytuk, ezután itt kell hagyni a bringát, tudod. Igen, és onnan fog ki lenni egyik oldalra zombiváró, másik oldalra
kertész-bertész dolog, harmadik oldala mondjuk fegyverraktár, vagy bármi, érted? Hogy egy ilyen nagyon-nagyon epikus, nem mondod, nem jössz ki, gyerek ki onnan, légy szíves. Na, úgy né. Jó. Kösz. Ja, úgyhogy ez ilyen lesz. Ez ilyen lesz, hogy itt egy ilyen nagy, nem is csak, hogy egy épület lesz, hanem több épület. És azok össze lesznek ködve, különböző, figyelj, hiddal is összeköthetném, az megint menő lenne, tudod, hogy ilyen hidak menne végig. Csak az a baj a hiddal, hogy megmondom, hogy mi a baj a hiddal. Kifakoltunk elég rendesen, akkor elmegyünk az utcainkért. Az a baj a hiddal, srácok, hogy üthetik az alját, tudod. Azért a föld alatt mész, akkor esélyes, hogy kevésbé vesznek észre. Jó, van, leszarom ezt. Scope kétszeres, újabban mindig ezt akarja adni? Hát nincsen semmi jelentelmes, hallod. Jó, mindegy, akkor tanuljuk meg ezt. Egy jobot adjál, légy szíves. Valami nagyon közel itt. Ne, Night Only nem érdekel. Hát ez mind ilyen rólt messze van, hogy a szemed álljon be, clear zombi legyen ez. Nem vagyok boldog tőle, de asszon. Ó, 3 skill pontom megint elosztható, gyerekek, azt se tudja a képer, mire költse el ezt a rengeteg skill pontot. Ezen a sátron megyek át, akkor meg mindig az jut eszembe, volt az a játék, az Division. Nagyon szerettem, aztán abban voltak ilyen sátrak felállítva mindenhova is. Jó, a küldetéseket szeretem csinálni, mert rengeteg skill pont, meg új tárgyakat kapunk, meg ugye akkor nem csak megyünk, mint a hülyék a vakvilágba, azt a táskát megnézem, abban van egy nagy dolog, érzem. Utálom. A piramida. Hát igen, egy komplexum lesz, na azt a szót akartam. Vagy Ferike haver most azt mondta, hogy ezért kell magamra tetováltatni, a struktúrát, vagy nem tudom. Mert mindig struktúrákat beszélek. De ez egy komplexum lesz. Nem csak egy szimpla struktúra, hanem komplexum. Ott meg valaki villantott a lámpába. Júj, aki jobb, majdnem megcsipte a képet. Kis fusi-busi. Egyébként most nem azért. A zombi orda az megszivatott. De úgy maga, mindenki arról beszélt komolyan, hogy nehezebb a 1.0-as Summoner's to Die, mint a izé. Jó, oké, tudom, valaki írta utána, hogy hát emelt fel a nehézséget 200%, meg erre a százalék, meg olyan százalék, meg mindig futnak a zombik. Oké, nyilván lehet nehézséget állítani, de a default nehézség, én nem érzem azt, hogy... Baza, ez... Hogy sem ezt bírja, hallod? Ezt egyet ráhúztam, aztán éppen csak fölúcsodott, hogy... Hát mi történik itt? Ebből 30 darab hús kijön, gyerekek. Brutális. 40 darab hús! Nem, 30 jött ki, 10 meg a kigyóból. Nagyon jó. Ebben még vannak itt rohadt alma? Figyeld! Ezt érdemes kilutolni, mert itt magvak vannak. Meg a fa. Rohadt, először annyira örültem neki. Aztán közben meg lófasz. 40 pénz. Kirabolom. Ez meg tudjátok mire emlékeztet? A Fallout sorozatban volt ez a város, az a... Ahol így árultak mindent, meg ahol ugye találkozott a Gaullal a csaj először. Mikor volt a lövöldözés, ott volt ez a város. Ott volt a középen egy ilyen Baudi. Baudi! Na, mi ez? Milyen hely ez? Oda néz, ez jó nagy! Figyelj, itt felugratok. Sötty! Már nagy is. Bazz, ez mekkora kecó? Mi ez? Autó? Autó. Ide beszágódott valami jármű. Jó, hát ezt kikléreljük, ráérünk. Most annyira nem sietünk. Minden viszünk, tudom. Hello! Mond itt valaki. Egyébként ilyenkor tudod mit kéne? Így bevész, tudod mibe volt a zombilandbe? Így föl... Lőni kell egyet levegőbe. Aztán hagyj üljenek. De egyébként érdekes, hogy ez annyira nem vagyok odaérte, hogy le van szkriptelve. Hát ez nem volt zombi. Tehát úgy van lesz küldtelve, arra gondolok, hogy...
hogy nem azért vesznek észre, mert zajt csapsz, hanem azért vesznek észre, hogyha elérsz egy pontra. Ott, az nagyon fut az a gyerek, apám, figyelj, ezt nagyon el kell kapni. Ezt a csajt meg rendesen sajnálom, hallod? Esküszöm. Na, mi történik itt? Ezt mi van vele? Hát ez mi van bá? Hello, csaje! Nem a bugyért kéne néznem, amikor zombik támadnak meg. A francesen sem belelben sok zombi van. Kávéautomata, italautomata. A kávéautomata adják kávé szemeket. Az nem adhat kávé szemeket? Nekem nagyon gyanús. Nagyon gyanús, hogy megszopatnak. Nem szopatnak meg. Itt nem tudok felugrani? Hát a szemük álljon meg egyébként a készítőknek. Hogy ilyen helyeket miért raknak bele, ha nem tudsz felugrani? Vagy lehet, hogy ha olyan skilled van, akkor föl tudsz, mi? Hát akkor ezt cseszheti meg a keeper már megint! Hogy az anyámba jutok oda föl. Megint craftoljak üzét, blokkot. Komolyan mondom, legközelebb mindig hozok, mint a Minecraftba, be kell járni, vagy 100 blokkal. Körülnézünk valahol, nem tudom, gyerekek, itt talán. Itt se. Áj! Mérges a képer, nagyon dühös. Itt a szopatási van. Mehetek, mi fát üssek, meg... Nem hiszem el ezt, úgy utálom, ezt nem tetszik nekem ez. Vagy tényleg én vagyok ilyen béna, itt föl kéne ugranom? Hát hova az anyámba? Vagy oda? Oda át tudok ugrani? Eltöröm a lábamat, megbolondul a képer. De föl lehet ugrani, ja? Jó van, oké. Nem szóltam! Nem szóltam, nem kell alázni! Fákját nem lehet levenni? Ellopom a fákját. Hűha. Valakik nyugtalanok. Gyűnek a izék, gyűnek a mozgás kényszeres hülyék. Madár! Komolyan madártól félek a legjobban ebben a hülye játékban. Nem hülye? Jó játék. Iróniával kezeljük ezeket a mondatokat. Madár? Nem gyűsz madár? Csávó? Fölkelsz? Komolyan nem tudom melyikek kellnek föl meg melyiket. Nem, ide be... Ja! Ma érzem előre, hogy mi lesz. Itt legyen egy olyan csavarkulcs? Nem volt csavarkulcs. Jaj. Én már érzem előre, hogy mi lesz, hogyha én ide leugrok. Jó, én erre emlékszem, gyerekek. Hát itt a nizé van, harakiri lesz, öcsém. Itt jöttünk fel, ugye? Én már előre tudom, hogy itt harakiri lesz. De itt le se lehet menni, testvérem. Ide itt kell mennem? Nem valószínű. Vagy nem tudom, már mi van már? Mondjuk itt le tudok menni, de hát mi értelme van? Meg itt is le tudok menni. Ja, itt nem tudok lemenni. Itt meg ugye ez... Ja nem, azt hittem ez is ilyen millió blokkos. Hát ez kemény lesz, én úgy érzem. Lehet, hogy előkapjuk az AK-t. Aztán rendet teszünk azzal. Betározzuk legalábbis, aztán hogyha nagy szarvar, akkor majd küldjük neki. Na. Hajime. Senki, senki. Azt hittem, hogy izé van. Megbolondul nekit. Az a baj, hogy annyira le van scriptelve, leugrasz, akkor meg izé van itt, megbolondulnak, figyeld. Mondtam én, baza. Mondtam én, hova menjek? Fosokám! Fosokám! Komolyan, nem hiszitek el, de fosok. Hú. Meg itt van a Barney autónak, vagy a Unix-nak az autója. Megjött, aztán nem vette át senki a magazint. Ja, ezt néztem az előbb. Hú, mondom, örülök neki, hogy van még egy. Ezekből meg műanyag jön az.
Hülye nagy darab állat. Oda némány zombit mutat. Ja! Köcsögök vagyunk? Nyugalom. Jó, innen már vesszük a... Ezzel. Á, igen, igen, egy kicsit fosta vagy itt ezek. Sokan voltak, na. Sokan voltak, na. Itt már lekezelem ezeket, de... Mondom, hogy nagyon sok rám fut, meg főleg ilyen futós, nehogy az legyen, hogy... Hogy nekem kakuk lesz. Jaj, jaj, megoldottuk. Jó van, oké. Szar, be voltam szarva. Meg kell, hogy mondjam, be voltam szarva, gyerekek. Jó, ki is nyitottuk. Oké, mindjárt összeszedem a dolgokat. Be voltam szarva. Nem mondod ilyen látó, öcsém. Hallod? Night Vision. Van ilyen játékban? Régenben nem volt, de nem működött, nem? Volt valami ilyen izé vele. Hadszacára. Nem tesz meg leszkeppelem, bocsánat. Lehet, hogy eladni jobban, megérni. Itt meg kihullott az orvosi felszerelés a szekrénybű. Meg bár széthorták. Na. Ja, ezt élveztem, ezt tetszett. A lákát egy kicsit be kellett mozgálnom, betnám. Ezt megnézzük, hogy milyen van, micsoda, semmi se. Jó, ott vannak a nagy sárganak benne, az közben meg lesz be három nyíl. Na, no, egy boxer. Scrap. Azért valaki, aki nekiáll ilyen izéje boxolni ebbe a játékba, azért az gratulálok, nem? Aztán lehet, hogyha kifejleszted, akkor ilyen nagyon fullos karaktermester tudsz lenni, nem? Jó, hát akkor ez ennyi volt szerintem, most ilyen hordóból szedjük a benzin, nem tudom mibe rakni, nem igaz? Meg egyébként azt hiszem olajpalából lehet csinálni bögyát. Jó, hát mehetünk a Johnnyhez hoza. Annyi még itten dolgok vannak, hogy kerekek, minek nekem ennyi kerék. Mi az, ami nem kell? Együk meg ezt, jó? Ebből meg tudok lehet magukat csinálni, kukoricát nem kéne elfogyasztanom mindent, hanem azt is kellene ültetnem majd. Ja, hát nagyok tervek, nagy tervek vannak gyerekek, nagy tervek. Megyünk a beceklivel, jó? 14-24 van. Valami eszembe volt, hogy akartam valamit, csak nem tudom, hogy mit. Hű, gyerek. Te meg a balbugy jöttél talán. Ki vagy őtözve? Mint a szaros Miska Jézus neve napján. Rendőrautó biztos be van zárva, nem? Az igen. A fejem kohanta izén a slow táblán. Ah, hülye gyerek. Valamit akartam nagyon, csak elfelejtettem közben. Hú, valami pedig annyira eszembe volt, hogy azt meg akarom csinálni. Á, nem jut eszembe, mi volt az. Nedvesek vagyunk. Ó, az olyan erotikus volt. Nem vannak bajok gyerekek, a izéről is az jut eszembe. A zombi hölgyről, meg a Jennyről, meg hogy nedvesek vagyunk, az már megint egy ilyen más szemszögből vizsgálom a dolgokat kapásból. Ja, jó voltunk, megcsináltuk a küldetést. Valamit kaptunk, vagy valami. Tök jó ez a medence. Láttátok, ilyen izé medence. Ilyen felállítható. Mi a pöcsövet akarta? Valami annyira jó, hát az ilyen látó, az érdekülte a keepert. Nézzük meg, hogy nem tudom bele, azt hiszem, hogy ilyen gagyi sisakon van, tehát abban nem tudom berakni, hát nem, ez, nem az volt a sisak. Modi. Igen, egy darabot tudok. Valami jó sisak kell le gyerekek, azt akkor be tudnám rakni az éjjel látót. De mondjuk azért kipróbálnám. Mekkora királyság. Mekkora királyság, hogy éjjel látód van. Helye! Szia! Mi hova vagyunk által te? Na mit kapok? Armor, planting, murder, wood, explosive magazine. Robbantás skillem nőne. Hát most lehet, hogy hülye leszek. Nem tudom mit. El legyen ez, mert XP-t is adnám. Ad XP-t az, hogyha ilyet megtanulok? Hát nem sokat, de jó, valamennyit adott. Na mi van asszony? Milyen helyzet van? Nincsen véletlenül egy jó sisakod? Meg egy jó munkád. Látod? Fölnéz rám az asszony, mi?
Night only nem érdekel, kiásni, ezt se érdekel, ezt. Ezt érdekelne, de ne nyugálj a gatyám felé. Mit mutogatsz? Mit csinálsz itt? Ne viccelődjél velem. Inventory-ba azt mondd meg, hogy nincs-e valami jó sipakod. Valami jó, rú, és ebben hány darab izé megy? Egyébként bírom az ilyet, mert ugye ilyen, ilyen izé, ilyen lopakodós. 3-as. 4200? Meg sem néztem az árát. Hát, bocsánat, de nem érdekel az ajánlatod. Igen, maybe next time. Azt hiszem tudok én csinálni egyébként ilyen light armort, amelyik nagyobb szintű, és azt hiszem abba bele lehetne rakni mind a kettőt. Úgyhogy lehet, hogy az lesz nekünk a Maudi. El kéne menni még megcsinálni ezt a questet, miért ne, nem? És látszok. Napközben meg úgyis izévez, vagy éjszaka úgyis izé lesz, kraftolás lesz. Csak az a baj, hogy be kéne menni leadni a cuccokat. Ez mindig egy problém a képernél. Hogy kevés még a helyünk. Meg kéne nézni, elvileg szerintem tudok már csinálni egyébként ilyen zsebeket. Meg lehet, hogy kéne armort csinálni, az a baj, mindent elfelejtek. Ez a játék egy kész ilyen rohanás, folyamatosan mindent kell csinálnod, csinálsz is mindent. Aztán felére nincs időd, mert állandóan mindent csinálsz. Érted? Izét is kellene csinálnom, ilyen javítókészletet, hogy az AK-t meg ilyeneket tudjak javítani, komolyabb dolgokat, meg akármit is. Az sincs, az is nuku. Lehet, hogy azt is tudok csinálni, csak nem nézem meg. Egyébként tényleg egy ilyen futok, mint a bolond. Na, mi a lószar van itt, gyerekek? Hát kezdjük a nézőj meg kajával. Meg kezdjünk, pakoljunk föl mindig. Megjövünk, mindig legyen az, hogy főzni rakjuk föl a dolgokat. A kukoricát nem fogom megrillezni. Viszont ezt megfőzzük. Oda nézzetek, mennyi van. Oké. Murky Water recept. Water legyen 7. Jó. Készkaja pia. Nézzük át gyorsan, gyerekek. Gyorsan. Készkaja, készkaja, készpia. Ugye? Készkaja. Oké. Egészségügyi dolgok. Ok. Nincs más, ugye? Ebből nem tudok ilyen magot csinálni. Konszír, és nem tudom megcsinálni még. Nem. Jó, elrakjuk. Igaz, hogy kaja alapanyaghoz rakom, de el fogom rakni. Kaja alapanyag. Ilyet viszont tudnék készíteni, vagy ilyet tudnék ültetni, de az meg nem érdekel. Kaja alapanyag, ezt is ide rakom, de minek? Ez is ugye ide megy. A modifikációk várjál. De mennyi mindent akarok csinálni mindig egyszerre. Szuper. Elaló cuccok. Okay. Ebből azt hiszem egyébként papírt tudok csinálni. Jó. Na, ezért kellene megnézni armor dolgot. Primitive food-ot tudnék csinálni. Hatosat tudok csinálni, már ne vicceljél. Legendary parts, hogyha meg lenne. Cloth fragment, hallod ezt, akkor ezt letrekkeljük. És ezt megcsináljuk egy ilyen hatosat? Nem biztos, hogy egyébként érdemes. Ezt az egyfajta armor tudom csinálni? Komolyan? Ez az armorom van? Várja. Beütöm, hogy armor. Van itt minden. Ja, csak kell hozzá ez is, az is. Aha, ezek mind workbench kell. Le vannak lokkolva. Csak ezt a primitive hoodot tudok csinálni. Akkor viszont primitive hoodot tudok csinálni, akkor az lesz, hogy ilyet craftolunk egyet. Ezt letrekkeljük. El kéne menni akkor az utcaivért. Abba ott van a legendary. A duct tape-em az, azt hiszem, hogy van. Mi kell hozzá? Kell hozzá 15 rongy, ez megvan. Kell hozzá duct tape, kell hozzá fa, megvan. Kell hozzá egyéb szerves, gyöp, és akkor már csak a legendary part. És akkor azt meg tudom csinálni, és akkor valószínű, hogy ezt be tudom rakni, meg bele tudom rakni a másikat is. Hatosba szerintem belemegy a kettő, ugye? Ja, nem erre kell menni. Úgyhogy ez így lesz.
És akkor lesz éjjel látom. Az éjjel látónak gondolom annyi előnye van, hogy nem látnak meg. Mármint, hogyha így felkapcsolgatod az ugye a milyen fejlámpát, az nem biztos, hogy annyira baráti dolog tud lenni. Mármint észre tudnak venni. És ez nem jó, viszont az éjjel látóval valószínűleg, hogy akkor nem vesznek észre. Egyébként én valamire emlékszem, hogy ez régebben volt ebben a játékban, de nem működött. De aztán lehet, hogy ez is valami ősrégi izébe volt. Most hol megyünk? Ja, nem erre, arra. Úgyhogy igen. Jó, azt le kéne teljesen bontani ezt a bázist, meg egyébként vissza kéne menni másikhoz is, mert ott is azért voltak cuccok. Meg egyébként ott van egy questem, amit csak le kell adnom szerintem az öreg shotternél. Figyelj, miért? Éjszaka miért nem tudok mászkálni? Hát hiszen bazza kemény vagyok, mint a video. Nem? Figyeljetek, menjünk el oda is. Hát éjjel is tudok menni. Ezt egyébként, hát ezt fölveszem én, de akkor olyan gyorsan le kell raknunk majd. Kaja, aha. Itt volt a legendary parts, és akkor már meg is tudom csinálni. Craft. Remélem belemegy kettő modifikáció. Fölvettük. Ezt. Modi. Kivesszük. Azt most leginkább azért csináltam, hogy belemenjen a modi. Remélem, hogy belemegy. Bazd meg, nem megy bele. Hát a rosszabbra vette meg, akkor nem volt érdemes. Light armor rating 12-es. És most ezért elcsesztem a izét. Heavy armor rating. Egyébként én a light armor mindig is jobban szerettem, mert ugye abban lehetett lopakodni, de mondjuk most aztán mi értelme van lopakodni. Figyeljetek, lehet, hogy felrakom az éjjellátot. Jó, ezt jó elcsesztem. Mert ugye abban nem vesznek észre ilyen noise effekt, meg több staminát kapsz, meg minden így nem fogy a staminád, úgyhogy a heavy armornak ugye az a baja, hogy a stamina perceket megy lefele, a mobility is megy, tehát nem vagy gyors se vele, hangosabb is vagy vele, meg minden ilyen probléma van. Igaz, hogy jobban bírja, meg erősebb, mármint így. Ja, hát ezt most nagyon nem örülök ennek az egésznek. Jaj! Aj, a francba! Azt hittem, hogy a izétől függ, hogy hány szintű. Jaj, de egy nagyon elcsesztett keeper. Jó, hát ezt a küldetést akkor máskor csináljunk, el fogunk menni akkor a maradék cuccovér oda. Nem? Elmenjünk? Ott is van eszebb egy víztisztít. Nem, nincsen. Mondjuk azt elhoztam majdnem mindent, nem? Fölösleges oda elmenni? Nem tudom. Várjál, azt hiszem, hogy ott is volt egy questem. Mindjárt ránéz a keeper. Ja, de ez meg sincs csinálva. Akkor lehet, hogy megcsinálom ezt a küldetést. Figyelj, aztán éjszaka csinálom meg, akkor mi van? Nem vagyok boldog! Figyelj, milyen jó kis faház, ilyen gyereknek készül itt fönn a fán balra. Nem vagyok boldog. Gyerekeket, fölkapta az elejét. Az a baj, hogy 26%-on van már csak a benga. Jéj, várja, vannak itt a komoly dolgok. Hátba vered a disznót. Sose veszi be azért. Egyébként figyelsz, akkor azért van-e rengeteg kajánk van. Olyan durva. Meg ugye egyre jobban, oké, hogy erősödnek a zombik, meg mit tudom én, de ugye viszont a loot stage is azt hiszem, hogy nő, vagyis jobb a loot egy idő után. Nem csak attól, hogy a skilled nő, ugye? Jól mondom? Hanem attól is, hogyha megy az idő. Nagyobb eséllyel kapsz. Tehát legelején nagyon, nagyon szar cuccokat kapsz általában. Micsoda, rózsaszín oszlopok vannak, figyeld itt. Jaj, ez mi ez? De mi volt ez, úristen? Hallod, ez milyen hely? Hova megyünk? Jaj, reméltem, hogy nem ebben a... ez egy ilyen ház. McKeleven rezidenciája. Hát ezt tudjátok inkább, kire emlékeztet? Tudom, mindjárt mondom. Bozd meg, mi van itt, töcsém? Hát én nem megyek. Figyelj, de nem szarokodunk, öcsém. Most már látom az XP-t, hál' Isten. És már tudom, hogy mikor halnak meg.
Hát tök jó lett a grafikájának a játéknak. Már régen egyébként az volt az egyetlen probléma vele szerintem. Jó, hát nem volt olyan kiforrott nyilván, de a főleg a grafika az nagyon tréz volt. Valaki nyukorog. Ott van a csajom. Ott a csajom. Szia! Hú, az éjjel látod, de jól néz ki, bazzer. Hú, de jól néz ki az éjjel látó. Na, hol a csajom? Közben még húzom, hozok még több zombit. Lángol a csaj! Jó van, beteszem, aztán közben meg rendet rakok itt is. Ja, hogy ez egy másik. A hülye. Fú, bazz, egyre hülyébb vagyok, egyre inkább azt hiszem, hogy én vagyok a Jani. Aztán úgy be fogok szívni ebből előbb-utóbb, hogy én itten legénykedek. Hogy se nem nézek semmit, megyek mind az őrült. Előbb-utóbb ebből lesz a baj, gyerekek. Tizenkilenc-tizenhét jó lenne megcsinálni. Hol van? Lejjebb van? Nem a... Hogy lejjebb van? Akkor elhalasztottam? Valaki meg itt üti a ajtót. Jó van, zárva van. Hát basszus. Nem tudok vele bicsőjárni, barátom, bocs. Hol van elrejtve? A lépcső alatt? Vagy mi a facsom van, gyerekek? Itt mutass el. Ó, de jó, elrejtettétek testvéreim. Na, hát meg is vagyunk szerintem. Mehetek is. Egyébként ez az ilyen látó, ez nagyobb beteg, tök jó. Tetszik. És akit nem fogok tudni kimenni. Aha. Hát mert úgy szakadtam be. Itt a csávó talán kibontott az ajtót, segítek neki. Ja, itt volt a kulcs. Nem látod? Hülye vagy. Hülye gyerek. Banga. Na, ezt még gyorsan le tudom adni. 19.42, ez a küldetés is megvan. Figyeld, mi az a izé? Olyan, mint egy ilyen határátkelő. És mi az a nagy épület együttes? Ó, figyeled? Ez olyan nagy katonai béz, azt a betyár. Ne. Ilyen lezárt terület, ez tök jó. Ez tetszik. Jaj, de. Oké. Okay. Egyébként annyi XP-nk van már, mint az állat. Tudom, egyébként fáj a térde a csávónak. Hát úgy köllött neki. Úgy kö neki. Nem gyógyítjuk meg. Új, erre még nem is jártam. Vagy igen? Azon a részén nem nagyon jártam a városnak még. Micsoda fakerítés van. Ez ilyen nagyon Magyarország. LOL. Kádárkocka épület, meg ilyenek. Betonkeverő? Tudom, hogy nem lehet elvinni, az a baj. Micsoda tűzoltó autó. Gyerekek, itt nem jártam még. Tök jó az a táj. Ja, ennyire messze nem mentem el szerintem még. Mindig csak itt futkorászok, itt a közvetlen közelébe. Jó, akkor a tartályra már nem kell fölmennem soha többé. Ez tök jó az a gyerek izé ott. Gyerek. Tudod mi? Jó, Johnnyhoz elmegyünk. Talán már még nem zár be. Aztán adjuk neki tovább ide az őrület. Hányan szintűek vagyunk, vagy milyen? Van valami szint? Mennyi a max szint ebben a játékban? Nem tudom, valami 20 valamennyi vagyunk, nem? Ja, egyébként tudom, hogy nagyon vakmerő vagyok. Egyébként nem vak, csak vakmerő, tudjátok. Mind amikor a cigány lova neki megy a falnak, és akkor árulja ugye a cigány a lovát a piacon, lókupecként. És akkor eladja, és aki megvette, hát ebből is aztán mit vegye, érted, nem? Semmi, minden, mint hülyeség. Aj, de nagyon mint hülyeség. Tényleg mint hülyeség, vegyük ezt, nem tudom, semmi értelme nem volt az egyiknek se. Ember, csaj-e, nem vagyok boldog tőled, komolyan. Kiásom neked azt a valamint.
Micsoda haspólód van, te! Tögös ez a Jenny, komolyan, egyre jobban tetszik. Azért szerintem már kezdek összejönni vele, nem? Szerintem tetszem neki. Ha, tök jó kitalálták a koncepciót ebbe a játékba, hogy ilyen, vannak ilyen NPC-k, és akkor ezekkel lehet így kommunikálni. Ez rohadt jó nagy ötlet volt. Tök jó, jó megvalósították. Na, ő, valaki nyikorog. Hol nyikorog? Azt el kéne csalnom nekem a bázis környékére. Hogy utána meg oda tudjam csalni. Hum voltál? Úgy messze vagy testvérem. Gyere, gyere, gyere. Légy, gyere. Gyere, gyere. Ó, pont a leglassabb zombi az egész játékba, te. Várja, ide megtámaszkodok addig. Jössz? Vagy valami lesz? Ki vagy égve egy kicsit, tesó? Gyere, gyere, gyere. Az olyan, mint a Terminátor. Tudum, tudum. Tudum, tudum. Fegyver, te hagytad? Mi van veled? Ne vagy gyöngüve. Nagyjából így elfogom erre, csonyi. Aztán amilyen tök lassú ez a hülye, addig én elfutok. Be a izé, ha... Fúristen, pont kifogom a leglassabb zombit a játékba. Aó! Mindjárt hátamra veszlek, basszus, aztán izé viszlek. Gyere ma! Gyere ma! És mondjátok, hogy nem Terminátor. Jó, ez már tényleg közel volt. Mondom, milyen jó zoomol ez a támcső, az közel. Na, figyelj, itt állj meg! Itt állj meg, jó? Itt! Itten várja egy picit, mindjárt jövök. Várja, bazze! Addig maradj itt, elmegyek, addig megnézem a izét a vízlepárlóban. Addig talán ide talál, vagy valami lesz vele. Ó, Istenem. Az izé... Lerúgott... Mit tudom én, mi ez? Olajkályha, bazze, semmihez képest, ez a csávóhoz képest. Figyelj, azt nem mondta, hogy megnőttek a izeik is. A... Azok. Growing, az mit jelent? Az még nő, ja. Growing. Oh. Fuck yeah, kettő, jó, hogy már kettő tud gyöjteni. Megnöveltük a izé kapacitását. Figyelj, ez meg még mindig itten eszi a rosszabb. Figyelj, tesó, szerencsétlen, nagyon különben kezdem sajnálni. Hát ezt nem is fogom bántani. Figyelj, haver, úgy van, jó, de szépet ugrott, te ügyes vagy. Kicsi, kicsi zombi, na. Fú, Istenem, ilyenekkel hoz össze a sors, bazza. Egyszer akarok egy zombi jöjjön, akkor is kifogok egy ilyen meszitlábos parasztot, aki nem tud még közlekedni se. Istenem. Na. Futám a képőről, egy törött lábba minden, de is. Jó, meglövöm egy picit, remélem nem fog egyből Isten meghalni. Reméljük. Meg reméljük, hogy nem kódorog el addig. És meg a szegény, a, biztos egyedül érzi magát. Hol van a gazdám? Hova tűnt? Eltűnt a keeper, itt volt az a bácsi, meg akartam, lehet, hogy csak meg akarnak minket ölelni. Nyakunkba kéne egy táblát akasztani és fihag. Na! Pazze, hol vagy? Sanyi! Pazze, oh, ecsém. Ennyi feladatod volt, hogy maradjál itt, ember. Aj, az, ez olyan éjjel látó. Azért ez nagyon jó. Tudod, mi lenne még jó? Ilyen. Jó, ennek nyomát vesztettük. Nem éjjel látó, hanem az ilyen hőkamera, és látnád a zombikat, érted? Meg látnád a tüzeket, meg ilyeneket. Ú, ez az éjjel látó, ez azért adja, nem? Annyi erő, akkor nem kell fákja. Hocsém, hova tűnt a zombing? Igen, nincsen gyerekek. 22.00 van. Elkeveredett. Szerintem izé... Az mi? Egyébként amikor az érdekes, ugye ezeknél a vépönöknél a zumba, hogy távolabb nem látsz el vele, hanem csak amit látsz, az hozza közelebb. Tehát attól még nem fogsz te távolabb látni. Ugye a látóhatárnál. Ugyanazt látod mindig, csak olyan, mintha így... nem optikai zoom lenne, hanem így, bele nagyítana. Hát, szoftveresen. Nyilván szoftveresen fog bele nagyítani, ez egy rohadt játék, nem? Srácok. Őha. Azt a betyár, mi a fasz?
Gyerekek, én hogy kerültem ide ki? Na, jó van. Hallod? Ez azért hülye vagy. Mi a po... De ez... Hogyan? Hogyan kerültem ide ki, hallod? Nem mondod, basszus. Hát gyönyörű vagyok. De tényleg, én hogy kerültem ide ki? És ott a csábó, bazze! Ne! Nem akarlak bántani, tesó, maradjál ott! Jó, megfutunk még egyszer. Hallod, engem kijöttem az oralikor? Azért az elég érdekes volt, de viszont ez a... Mondjuk aztán sokkal többet nem látsz, nem? Ha ugyanazt látod, csak fekete fehérbe. Ez egy ilyen... Egy ilyen fekete-fehér filtert rak rád. Figyeld! Így látsz normál, így látsz éjjellátóval. Jó. Elhiszem. Fekete-fehér filter. Ez nem éjjellátó, ez egy fekete-fehér filter elő. Na. Jó van, a csávó itt volt. Én voltam a hülye. Csak én, nehogy kivenjek megint. Hát én itt hülye voltam, kivettem. Hol vagy? Ott van, figyeld. Na, megfutott. Jó van. Azra vagyok kíváncsi. Igen, kikapcsol ezt az éjjel, látod, hát a faszol. Hogy ezek be tud egy gyűrni ide. Hello! Te vagyok, ez jó vékon, ha be tud gyűrni. Nem gyűnezve, figyeld. Azt a betyáró isten, hát ez akkor lófasz se ér. Hát öcsém. Mi az isten van ezzel a játékkal? Sanyi, nem erről volt szó. Hát micsoda dolog ez? Ha? Hát ez ide begyütt. Hát ez kikövé egyszer próbálok, de vagyok én is kijött, kimentem valahogy, de hogy hogyan? Jó, hát jó lenne, hogyha jönne zombi. Most ezt ki kell próbálnom, bazza, mert ez nem biznisz így. Én meg itt akartam túlélni. Hát ez érdekes lett volna. Hallod, ez bejött mind a szar. Hol egy zombit pásztázzuk át rendesen, egyébként így, de azért valamennyivel többet látsz. Egy zombit sincs talpon a vidéken. És most meg éhesek vagyunk. Hát ezt ki kell próbálni, gyerekek, bocs, tényleg, hogy itt tök a része is van. De muszáj. De hallod, ilyenkor miért nem gyűrnek zombik? De mi? Hogy jöttem ki? Most meg nem férek ki, hallod? Kibugoltam valahogy. Igye. Jó, vállam. Nem, így kifér, mi? Ó, Istenem! Hát gyere már, zombi! Jó, menjünk le! Jó, ennyit erről. Ez megint egy olyan jó ötlet volt ez a bázis. Na, érzem, hogy ez nem... Ó, nem működik. Jó, oké. Még szerencsé, hogy nem upgrade-eltem fel acélig vagy betonig, mert már megint elcseszi a keeper. Már megint. Na nézzük, mi a helyzet itt. Ezt kikapcsoljuk. Rendet rakunk, gyerekek, aztán nem tudom, elteszem magam lehet éjszakára. Ugye fölmegyünk még hát, hogyha találunk valami zombi bombit. Júj, ezt le kell raknom, hát ne viccelj, mert különben nagy bajok lesznek itt a keeperrel. Hol alszunk? Figyelj, ide lerakom, itt már alcsi-balcsi lesz. Itt mi ez a luk? Ezt kivette ki? Néha. Hát mit vannak itt? Na! Jó, hát nem annyira vagyok boldog. Egyáltalán nem. Sőt, teljesen letörtem most.
Én megint annyira biztos bele, hogy ez így jó lesz. Ez milyen festék, és meddig lehet használni? Ez érdekes, hogy ezt lehet, ez azért itemhez kell. Várj, ezt... De... Várja, pillanat. És akkor mi piros lett a izé? Ja, ott az AK-nak, ott az alja lett piros. Ennyi? És ezt ki tudom venni belőle? Ez miért jó, hogy ez piros lett? Mi a faszot akkor? Mit csináltál? És ez miért jó, hogy piros? Most is ugyanaz a szép. Mi a tököm ez? Mire jó? Nem értem, nem értem! Ez miért jó ide, hogy ezt ide berakom? Mi lett itt piros? Adott az alja? Annyi? Ennyi? Hát ez érdekes. Na jó, mindegy. Hiszek neki. Már nem tudom, már egy kicsit... Vagy fáradt vagyok, vagy ennek nem látom az értelmét. Na! Oké, süssünk, főzzünk közben, mindig főzés, sütés, megy, és rakjuk ki a dolgokat. Várja, ezt ide az alapanyaghoz rakom, mert én nem tudom, hogy ez mi. Oké, közben meg akkor visszaszórunk mindent, és adtunk egy szarnak egy pofon máma, körülbelül ugye. Ugye gyerekek, nem nagyon voltak értelmes dolgaink. De hát azért valamennyire igen. A kőhöz rakjuk ezt a puskapot? Rakjuk a puskapot a kőhöz. A fémhez meg gyűhet ez is. Meg a kőhöz gyűhet ez is. Meg a fémhez gyűhet ez is. A lőszerhez fegyver, vapor nincsen valami fölösleges? Lőszerhez mehet ez is. Ez viszont föl kéne tuningolni 105 felre. Hogy az mindig legyen nálunk. A fémhez gyűhet a cső is, ugye? Nem érne. Egyéb szervetlenhez az műanyag, ez, meg ez. Hát akkor a mórokhoz, azokhoz meg berakjuk ezt a fejlámpát, meg a fegyverhez berakjuk a sisakot, ugye armorként üzemelő dolog. Ja, ezek a fegyvereim vannak, jó sok minden. Ja, hát de nem vagyok, nagyon nem vagyok kibékülve magammal. Egyáltalán nem. Mindig ezeket teszem meg, ezeket a trash-eket először. Ez ilyen 15 fúrat ad. Ez is 15, de ez ugye egy slotra rakhatsz egy csomót, és ez tök jó dolog. Oké. Mit csináltam a rengeteg animal fettel? Mi lett az animal fettel? Kaja alapanyag. Ja, itt van. És én nekem... Miért van itt? Ja, mert amúgy meg lehet adni amúgy is, de hát nem biztos, hogy érdemes. Életed visz le, fúdott meg fel. Jó. Oké, gyerekek, jók vagyunk, de most ma nem voltunk annyira produktívak. Fölmegyek, még körülnézek, hogy mi van. Hát figyeljetek, egyelőre nem tudom, most nagyon aggódok, hogy mi lesz ezzel, hogyha itt be tudnak jönni így a zombik. De hogy mentem én ki? Most meg nem enged kimenni, hallod? Esküszöm. Nem hiszem, hogy nem hallja meg, hogy nincs itt senki. Ilyen lövök egyet, komolyan. Ezért kéne dobálnom gránátot, vagy nem tudom. Hát egy darab zombi nincs a környéken. Mindjárt beléz egy a távcsövembe, amilyen szerencsés vagyok. Ez brutális, hogy egy darab zombit nem látok soha.
Miért nem látod a zombikat? És menjek el zombit keresni, vagy mit csináljak? Nem fogom tudni kipróbálni, komolyan mondom. Egész eddig minden éjjel itt zaklattak a zombik. Amióta felépítettem ezt a kotlát, azóta meg nuku. De hogy jött az be? Tényleg lozán bejött, nem? Nem tudom, basszus. Ki kéne próbálni? Gyere, zombi! Ott egy. Ja nem, mi az? Ott egy tyúk. Milyen jó szemünk van, gyerekek. Egyébként jó az, hogy ilyen látom, mert ezt amúgy nem látod meg. Ott futott egy tyúk. Ott meg ott van egy kutya. Ha, ez megtámad? Ha meg. Jaj, de jó, végre valami jön. Gyere, itt vagyok-e? Szia! Ne, mit csinálsz? Gyere föl! Mit csinál? Nem tudsz, hogy... Gyere. Kapsz egy olyat, meghal. Az, ez is bejött a csőbb. Hát ez beszarok nekünk komolyan. Áh! Na majd írtok rá valami okosságot, jó? Hogy ezzel mi a tökön van? Hogy ezzel most akkor csesztem el az egészet? Hogy nem működik már az oszlopos módszer ennyire? Mondjuk jó, oké, a róka átjött rajta, de hát akkor egyre a kutya is át fog jönni. Ahogy nem hiszem el egyébként, hogy ilyen hülye vagyok. De akkor ennek annyi értelme volt, hogy adtam a szarnak egy pofont. Na, megint mondhatok. Felső részt mondjuk kiütöm az alját, aztán akkor összeburul az egész. Csak már megint elcsesztem egy csomó időt, meg egy csomó alapanyagot rá. Ott megint fut a tyúk. Kár, hogy a tyúk nem támad meg. Rálőnék, azt ide jönne. Ilyen vértyúkok kell ennek a játékba. Zombi tyúkok. Bízom benne, jön egy horda, vagy valami, hát nem hiszem el, nem ilyen hallad, egész éjjel. Ezelőtt sikító zombi minden volt, most meg semmi se. Kutyát azt hogy észrevette a keeper, mi? Jött a friss hús ide. De hát ennek körülbelül akkor semmilyen telme nincs ennek a bázisnak, már megint. De a végén tényleg azt csináljuk Nigroskának, megépítjük a bázisát. Egy zombi sincs. Egy darab se. Ó, szóval... És az a tyúk megint fut. Ez mi? Bazza, ilyen dejavú érzése van. Az a tyúk, akárhányszor oda nézek, az onnan, innen fut arra. Ez ilyen, mi le van szkriptelve, vagy egy tyúknak ott kell futnia? Hát itt szerintem várhatok reggelig. Egy büdös zombi nem fog jönni, úgy látom. Ez kellemetlen, de nincs egy darab zombi se. Hát egy ilyen zombis játék, zombik nélkül most. Egy ilyen peaceful volt, lett ez az egész. Hát, komolyabb oldom. Az a baj, ugye futva zombival nem tudom azt megcsinálni, hogy most elmegyek a szíre csalom, aztán befutok az alagúton, mert azok végig futnak mögöttem. Úgyhogy azzal nem sokra megyek. Jó, mondjuk szereztünk éjjellátót, léptünk szinteket. Figyeljetek, várjunk már, akkor osszuk el a skilleket, most itt nézem, mind a Lucky Nyúl, vagy a skillpontokat. Hármas. Na, valami értelmesre kéne pakolni. Figyeljetek, menjünk végig. Didály, ez micsoda? Nem tudom, nagyobb csöpzés, ilyesmi. Nem, a puskával. Jó, van, ezek nem érdekelnek, ez mi ez?
És ez miért nincsen nyitva? Ja, már nézzen kell. Oké. Figyelj, menjünk arra, olyan érdekes nincse, mert ugye ez ki van maxol, hogy innen nem tudunk szedni, mert ez tök jó lenne, mert ugye ez már a attribútorja ki van neki húzva maxra. Tehát lehet, hogy érdemes lenne. Például a shotgunra ugye könnyen tudnék fölpakolni, de hát nagyon nem kell. Ez fölösleges volt ugye? Heavy armor. A izéhez tartozik a heavy armor is? És ezek mind akkor az, akkor az erőhöz tartoznak, nekem meg ugye nyílra van húzva az erőm, tehát itt akkor nincsen megállás. Gyorsabban festek és kevesebb fő alkotója nem kell hozzá. Ez mondjuk tök jó. Mondjuk nem, nincsen gondom a kajával. Ezt meg ugye mondtátok, hogy ezt nem érdemes kihúzni, nagyon. Mert izére kell inkább modokkal érdemes csinálni. A heavy armor mondjuk az tök jó lenne. Ugye ez csökkenteni ugye a büntetést, amit ugye kapsz érte, hogyha azt fordasz. Viszont a minden 69, ez meg mindenképp egy jó dolog. Ez meg annyira nem érdekel. Viszont a minden 69-et az húzhatnám, mert én nagyon sokat fogok áskálni. Úgyhogy gyerekek, kapásba két szintet lögtünk rajt. Három szintet lögtünk. Ujj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 
Ó, és akkor sokkal gyorsabban fogok kizajelni. De gyerekek, hogy egy rohadt zombi nem jött egész éjjel erre, azért az nagyon brutális. Hát komolyan mondom, én ezt nem tudom felfogni, hogy ez hogy sikerült nekem ezt így összehoznom. És ha tyúk megint itt fut, akkor megőrülök. Nem, most már elfutott. Vége. Megunta. Éjszakára kiugott hozzá, hogy itt jár őrözzön a tyúk. Egy darab zombi nincs. Sehol, bazza. Jó, elbúcsúzom gyerekek, nem akarom itt húzni az időt. Hát figyeljetek, úgy látszik, hogy az nem működik már. Úgyhogy akkor ki kell csapnom. Az lesz a jó benne, tudod mi? Hogy ezt a Modern Lord-ot már, vagy ezt a, nem ezt, hanem a... Minek nevezik? Ezt tök fölhúztam, úgyhogy gyorsan ki fogjuk ütni, aztán újat húzzunk helyére. Hát akkor marad a rácsos megoldás, akkor, és akkor lőfegyverrel tudod megvédeni ezt a bázist. Akkor egy fú, de nagyon nem vagyok boldog ettől. Rácsos megoldás, lőfegyverrel annyit tud csinálni. És akkor tényleg kell egy zombi várot csinálni. Itt akkor nincs mese, így nem tudod megvédeni. Hogyha ezek így átfutnak a zombikba, az a régen nem szoktak átfutni. Nem, egyszerűen nem tudtak átjönni. Meg én is egyszer hogy mentem ki, hallod? Hogy bugoltam ki, azt ne is kérdezd. Mert most meg egyáltalán nem. Á! Jó, itt a tökölés van, bocsánat. Figyeljetek, inkább húzzunk bele. Ezt fel kéne javítanom. Nincs nálam fa, semmi nincsen. Betonnal tudom föl, nem fával. Oké. Okay. Kösz a figyelmet, hát bocs, úgy látom megint félelünk, de nem baj, lehet, hogy akkor zombiváró építés lesz egyébként. Tudod, hova építenem legszívesebben a zombivárot? Ide. Ide meg felépíteni, úgyhogy kimegyünk, szépen bemegyünk, ha nagyon szar, akkor még be tudok jönni a piramisba. Oké, gyerekek, ennyi volt, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsubi!